Hello everyone, this is the Parliament building where all the decisions are made about Hungary. This is Europe's oldest legislative buildings, a notable landmark of Hungary and a popular tourist destination in Budapest. The Parliament is accessible with line 2 of the Budapest metro and with tram line 2 from the Kossuth Lajos Square station. Thirty thousand people live without a shelter in Hungary, but who lives in the streets violates the law. Mehetünk. Van egy kalapom. Kalapom-pom-pom. Kalapom-pom-pom. But there is a group of citizens who resist. Their name, The City is for All. One of its members is Jutka, who lives in a makeshift shack. Hát ezt meg lehet, mi bajod vele? Ezt meg lehet csinálni, ez bőr, nem műbőr. Én amikor a gyermekkoromat éltem, akkor még kommunizmus volt. Akkor ugye meg Magyarországon nem ismerték a hajléktalanságot. De ezt a mély szegénységet, ezt az éhezést, amit most látni a Magyarországon, azt akkoriban nem láttam. És amikor én sörös üvegeket szedtem ki a kukákból gyerekfejjel, én abból vettem magamnak kaját a boltba. De ha nekem akkor azt mondja valaki, hogy figyelj, jól tanuld meg, mert egyszer ez lesz a jövőd, hát kérelgöm. Én alapvetően egy felháborodásból vagy egy dühből kezdtem el aktivista lenni, és amikor így azt érzem, hogy valami szemétség történik, akkor kb. Ugyanannyira fel vagyok háborodva, mint 10 évvel ezelőtt. Nem igaz, hogy nem tudjuk megoldani, hogy mindenkinek legyen hol laknia. Hát ez nem igaz, hogy ez nem lehet megoldani. Hát akarattal mindent meg lehet csinálni. Összerakjuk a rakott krumplit, ám nem teszük be a sütőbe. És a dramaturgiailag a legmegfelelőbb pillanatban betoljuk csak a krumplit a sütőbe, fél órát sül, kész, frissen kész van. Aha. Jó. Nem tudom, hogy vagy a fegyőt. Admitting to others that you have no shoes for the winter and saying it without this feeling of weakness and shame. Usually it's difficult. But it's easy here, since this is a community of middle-class and homeless citizens. But outside of this group, the world is like a Hungarian politician once said, "You are only worth what you've got." A third of all Hungarians live in unsafe homes. Those who can't pay their bills don't get sufficient support and may lose their home. Their only option is moving to filthy shelters, because living on the street is against the law, and authorities can take these families' children away. The City is for All, for example, occupies an empty building. To remind the world that 400,000 flats stand empty, while 30,000 citizens don't have a place to call home. Whenever a family is evicted, they try to prevent it with a human shield. Igyekezzetek úgy kapaszkodni a másikba, hogy közben ne tegyetek semmilyen hirtelen mozdulatot, és a kézfejeiteket ilyen derék magasságban, de legalább ilyen mellkasmell alatt tartsátok folyamatosan. Felszólítanám Önöket, hogy a jogsértő cselekményeket hagyják abba, biztosítsák a bírósági végrehajtónak a munkavégzést, amennyiben ennek nem tesznek eleget, ugye Önökkel szemben rendőri intézkedést kell foganatosítani. Majd megyünk oda a rendőrség elé, azt ott lefektetem a gyerekeket, meg a sorjába fekszünk. Ez könnyű nekik. Könnyű. Tudok segíteni? Foglalom a kezét. Köszönöm szépen. Engedjék már rá. Engedjék el a dudat, jó? Megkérném, hogy igazolja magát. Jó, a szabálysértés elkövetését elismeri? Nem. Nem ismeri el? Szociálpolitikus. Hát most én elköltözöm a Köztársaság térről, összeköltöztünk a barátnőmmel, kicsit nyugisabb környéken. Az szépen kifejezi a magyarországi közállapotokat, hogy ugye ezt Köztársaság térnek hívták, és ma pedig II. János Pál pápa térnek, és hogy azért hívták Köztársaság térnek, mert több mint 100 éve volt egy nagy munkástüntetés, És hogy most pedig II. János Pál pápatér, mondjuk ez, meg az, hogy mi van, mondjuk a belvárosban, vagy Budán, az olyan, mintha két teljesen különböző ország lenne. Szóval én a 17. kerületben nőttem föl, ami egy nagyon nem városias része Budapestnek, olyan, mintha nem is lenne már Budapest, és hogy ott nem volt hajléktalanság. Amikor viszont elkezdtem a város másik felébe gimnáziumba járni, sokat voltam emiatt metróaluljárókba, ahol ez sűrítettel jelentkezik, akkor ez egy olyan helyzet volt, amivel így kellett valamit csinálnom. Szeretnénk még több polgári engedetlenséggel járó akciót szervezni, illetve hogy magukat a polgári engedetlenségeinket is szeretnénk, hát amennyire lehet az erőszakmentesség keretein belül maradva radikálisabban csinálni, mint eddig. Tulajdonképpen a polgári engedetlenség egyik legklasszikusabb eszköze, mondjuk a fekete polgárjogi mozgalom, vagy a gandiánus gyarmatosítás ellenes mozgalom esetében, hogy olyan sok ember vállaljon polgári engedetlenséget, hogy az már egyszerűen csak logisztikailag is egy nagyon nehéz feladat elé állítsa a rendőrséget, illetve a hatóságokat. Most egy kicsit félek van igazán. Tudom, ez egy szarérzés, az egész biztos. Menj bele. Anita and her family have recently been evicted. For a few days, they were allowed to stay in this family shelter. But today, authorities pick up the children. 23,000 children live separated from their parents. Most of them simply because their families are too poor. Figyelj, egyet próbálj megérteni. Semmilyen balhét ne csinálj. Csak ideiglenes nevelésbevételről legyen szó. Nem meghatározott idejűre. Ha azt írják, hogy 2 évre vagy 3 évre, ebben nem menjél bele. De hogy mondják nekem, például volt szó. Yeah. 3 éves voltam, amikor kitakítottak a családból, hogy szakítottak a lófaszt. Bocsánat, anyám mondott le rólam, meg apám is. Minden gyermekben megmarad a törés, tök mindegy, hogy hány éves. Hogy reggelbe visz az anyád a óvodába, és rendőr megy, érted? Puszi Attilának, Attila mindenkinek nagy puszi, és akkor menjünk, jó? Vigyázzál magatokra, jó? Szia, szépség! Szia! Marissa, nem kell sírni! Marissa, ne sírjál, babám! Segítnek, és jössz csak vissza haza! Halló! könnyebben tudtam segíteni azt az anyát, akitől jogtalanul és törvénytelenül elvették a gyerekét. Annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy engem jobban megviselt, mint az édesanyját, mert visszajött a gyerekkorom. Én is ugye családtól elszakított gyerek voltam, bár rólam a szüleim mondtak le, nem agyám ügyvettel. Én átéltem mindazt, hogy mit jelent távol lenni egy anyától. Az életem megrontói. Értem. A forest on the outskirts of the city, along the highway to the airport. 10 people live here. According to the law, this is illegal. They just learned they have to leave. One of them is Krisztina, a mother of 4. Mindannyian tudjátok, hogy elindult egy hatósági eljárás ellenetek, akik itt éltek az erdőben, és arra gondoltunk, hogy elmennénk a bogármesterhez, és felajánlanánk neki, hogyha ő talál x számú, annyi számú üres önkormányzati lakást itt Kispesten, amennyien ti vagytok, akkor mi megpróbálunk támogatókat szerezni arra, hogy azokat felújítsuk veletek együtt, és ti oda be tudjatok költözni. A gyerekeket elvették. Nem volt megfelelő helyük, nem volt lakás. A legfontosabb nekem a gyerekek, hogy együtt legyünk. Én vezényelem őket már egy pár éven keresztül. Azért 12-13 éve én koroltam fel őket Erikával. Mindegyik kint volt az utcán, ütötték, vágták őket. Úgy a rendőr, úgy a többi civil ember. Gyere! Na! Mondom, hogy te, ha bejön ide 6 embernek, ki kell menni? Hát, na! Na! Sován vagyok! Jé, gurulós butik! The economic crisis left Zsolt homeless. He worked as a crane operator until 20,000 workers got fired from his factory. Like many, he was not lucky enough to find a new job. Csak azt nem értem, hogy ez kinek volt az érdeke, hogy egy üzemképes, működőképes üzemből, úgymond, csináltak egy szemét halmot, ahol több ezer ember kapott munkát. Most ez... A kapcsolókarok hiányoznak. Pláne még, ha működne is. De ahova lemegyek, nehogy megbasszanak. Hova a picsába raktad el a szavamat? Így tudom én, tudja a franc. Ez már egy elveszett kastély. Nem, ez egy elvarázsolt kastély, nem elveszett. Most olyan vagy te is, hogy fél apasznak, egy fél évre elkészülsz. Hát van még időnk 9 óra. Odaérünk időben. Na, szopózik. Józanul láttam, hogy hát jól dukom ebbe. Ez a baj, nem ismerem a testületi emberkéket. Én azért nagyjából megismerem őket. Jó, oké, csak te se... Eri, annyit kérek, te sem motyogjál nekem. Nem szólalok én meg, hát amúgy se hallom azt se, amit a bogár mond. Nem vagyunk késésben, hát időben vagyunk. Kíváncsi leszek a polgármesterre, mit fog mondani. Remélem jó választ kapunk. Remélem, hogyha menni kell, utca lesz megint. Nektek is jó, megvolna a hibét, csatás. Legalább a gyerekeket ki tudnátok hozni, együtt lennétek. Nem kéne nektek az ügyvédekben lenni. De úgyhogy sajnálom minden gyerekeidet. Esküszöm. Megpróbáltuk a kispesti önkormányzatot meggyőzni arról, hogy adjanak nekünk üresen álló, lerobbant szociális bérlakásokat, amiket közösen felújíthatunk az erdőlakókkal, és ők be tudnak oda költözni. Hát mi most, hogyha tudnánk valahogyan valamilyen éppen konzultálni egymással, akkor talán megoldást szerintem lehet találni. A család felől, mert hogy sajnos a gyerekek nevelőintézetben vannak, és szeretné őket minél hamarabb visszakapni. Will they get flats? There is no entitlement to have one. Asking for a social flat is like asking for a favor. So many did not even ask. Just hide somewhere, or choose the streets, even if it's illegal. Három éve büntethető a hajléktalan ember azért, mert közterületen életvitelszerű tartózkodás szabálysértési tényállás alapján büntethetik őket, és a város mindenkinek az a célja, hogy ez a tényállás kikerüljön a szabálysértési törvényből, ahhoz, hogy embereket ne büntessenek csupán csak azért, mert nincs hol lakniuk. Holnap fog vitázni erről a törvényjavaslatról a parlament, és kedden pedig szavazni. Azért rakosgatjuk össze ezeket a kulcsokat meg leveleket, mert a mély garázsnál, meg az egyes bejáratnál, ahol a parlamenti képviselők bemennek az országgyűlésbe, ott fogjuk őket várni, és kulcsokat próbálunk nekik átadni, amin egyrészt az van rajta, hogy szavazzanak erre a törvényre, mert most kivételesen nem valami ellen, hanem valami mellett tüntetünk, ezt még nekünk is kicsit nehéz megszokni. The City is for All got Zsolta flat, but he can't afford electricity. Kukakirakás, kukaberakás, takarítás. Ebből élek. 3:30-kor kelek, mindenképp. 3:30-kor ébresztő. Kávézás, első villamossal, első metróval megyek. Most nézd, délutánonként már, amikor hazaérek, leülök, kajázok, pihenek. Este 8 órakor ágyba szoktam lenni. Fekszek, mert tudom, hogy másnap reggel korán ébresztő. Még valamennyit tudjak pihenni is. Hát figyelj! Azt nem tudják elvenni tőlem az életet. Állandóan az van, hogy új polgármester kellett választani, mert meghalt. Új képviselő kellett választani, meghalt. De Jutka él. Hát, tudod, hány ilyen okos tónit éltem mártól. Ha egy bizottság abból áll, hogy a hajléktalan emberek büntetéséről kell döntenie, és nem engedi meg, hogy felszólaljak, elmondjam a gondolataimat, akkor az egyértelmű jelzés arra, hogy továbbra is diszkriminálva vagy üldözve lesznek a hajléktalan emberek, ami ugye több mint 32 000 ember, 30 000 embernek okoz gondot. Majd ott oldalt megyünk be. Viszik a sok lóvét. Jutka can only hope that the Committee on Law Enforcement and Defense will let her speak. Amennyiben a Magyarországon továbbra is fennmarad az a helyzet, hogy hajléktalan embereket szankcionálni, büntetni lehet az utcán, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar jogrend egy élethelyzetet szankcionál, ami álláspontunk szerint végtelenül igazságtalan. Ne legyen Magyarországon egy olyan törvény hatályos, amely embereket azért büntet, mert nincs hova menniük és nincsen fedél a fejük felett. Tisztelettel kérem önöket, hogy szavazzanak Lakatos Jutkának, a hajléktalan aktivistának a felszólalásáról, hadd mondhassa el a gondolatait nekünk. Pontosan tudja, hogy az, amit kér, arra semmilyen szabály nem ad lehetőséget. Tehát ilyen értelemben erről nem tudunk szavazni, nincs ilyen jogszabály, a házszabálynak nincs olyan paragrafus, amire lehetőséget ad, erről azt gondolom, hogy nem érdemes vitát nyitni. Képviselő urak, nekünk azokkal is kell foglalkozni, akik nem feltétlenül önök szavazói. De nekünk kötelességünk, hát erre tettünk esküt. Nem arra alapvetően, hogy majd itt betartjuk az országgyűlési törvény minden egyes paragrafusát, úgyhogy ebben az ügyben én azt javaslom, hogy egy kicsit legyünk belátóbbak és nyitottabbak, elnök úr. Köszönöm szépen. Egy pillanat. Ír egy levelet a bizottság elnökének, megkéri, hogy hívja meg, és ebben az esetben az elnök dönt arról, hogy egyébként szót ad neki, vagy sem. Nagy tisztelettel kérem a képviselőtársamat, hogy a munkatársunk segítségével szaladjon már ki, írjanak egy sort, hogy hívja meg azt, akit egyébként szeretne, és hogyha tudok, adjak neki szót. Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lakatos Jutka vagyok, a város mindenki hajléktalan aktivistája. Köszönöm, hogy szót kaptam a bizottsági ülésen, ahol a hajléktalan emberek és a saját magam nevében kérek megértést. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam a hajléktalan emberek, illetve a saját helyzetemet abban bízva, hogy megértéssel fogadják és döntésükkel segítik az alaptörvényben beírt közterületen életvitelszerű tartózkodás szabálysértésének megtüntetését, törlését. Állami nevelő otthonban töltöttem gyermekkoromat. 17 évesen mentem férjhez, és boldog voltam, hogy végre otthonom lesz. Szeretnek. Ez családom. Otthonom. És 25 éve vagyok hajléktalan. A privatizált, törbevitt és eladott munkahely, az albérlet nem kifizetése ére sodort. Kérem, segítsék őket! Bocsánat, egy kulcsot adhatott, kedves uram. Jó napot kívánok! Szeretnék önnek átadni egy lakáskulcsot. Nem kér lakáskulcsot, azt mondja, neki már van. The Parliament refused to change the law. Hello. Köszönöm, látodol. De, az a terv. És cső? Cső. Ó, nagyon szupi. A tenant is about to lose her house because she owes money to the town's authorities. The City is for All has collected what she owes and is ready to pay her debt. Én az egészet fogom. Így bárkinek bármi fájdalma van, elsősorban a párok egymásra nagyon figyeljenek, hogy rendben vannak-e. Jó napot kívánok! Németh Ini, dr. Erdősi Krisztina vagyok, végrehajtó. Jelen van a kötelezett az eljáráson? És felszólítom, hogy az ingatlant adja át a Újpesti önkormányzat részére, illetve az itt megjelent képviselője részére. Eleget tesz ennek a felszólításnak önként? Nem. Tehát megtagadja az ingatlan átadását? Igen. Szeretnék kiegyenlíteni a tartozását, azt is. Én nem pénzkövetelésre irányuló cselekményben vagyok itt, meghatározott cselekményre indult az eljárás, az ingatlant át kell adni az ingatlan tulajdonosának. Jó, megkérném a sajtóképviselőt, akkor vonuljanak ki. Köszönöm szépen. Ádám, Tamás, Bertalan, csak annyit szeretnénk kérni, hogy esetleg kezdeményezzenek tényleg csak egy egyeztetést az önkormányzattal annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a végrehajtásra. Egy olyan embert lakoltatnak most ki az önök közreműködésével, aki az utolsó pillanatig ma ki tudná fizetni az összes fennálló tartozását. Egy összegben ki tudja fizetni az egész hátralékot. Nem lehetne esetleg, hogy megkérjük az önkormányzatot, hogy gyakoroljon méltányosságot, és ne lakoltasson ki egy olyan lakót, aki az utolsó forintig ki tudja fizetni a tartozását? De, uram, legyen szíves, engedj el a hölgyet. Szerintem ön engedj el a hölgyet, és akkor biztos senki nem sérül meg, meg senki nem válik hajléktalanul. Nem lehet? Alex, Rob! Ez nagyon balesetveszélyes, ezt azonnal hagyják abba. Azért rájön felül a karjukat. Ez nagyon balesetveszélyes, ezt azonnal hagyják abba. Kérek még embert? Halom? Ez fájdalmat akarja. El fog engedni el. De miért nem tudja, oda van? Engedj el, mert eltűnik. Oda vagyunk bilincselve. Ez fájdalmat! Hagyják abba azonnal! Hagyják abba! Hagyják abba! Hagyják abba! Hagyják abba! Hagyják abba! Ne rugasson! Hölgyem, ne rugasson, mert az már ott éve nem szökő. Akkor köszönöm szépen, legyenek szívesek önök is kifáradni. The forest community was told to demolish their shacks and move to shelters. Their request for flats, however, is still pending. Ez egy család volt jóformán. Ez szerintem büntetés, baszod. Nem hiszem, hogy segítség lenne. Ez büntetés. Hát ahányan vagyunk, annyi felé szórtak benne. Kidobnak bennünket innen, aztán kész kalap. Mi van, Bandi, sírsz? Ne sírjál, bazd meg! Nem tudom, mit már. Menni kell. Ez van. Érdekes, én azt hiszem, hogy ilyen sima állampolgárokra nehezen tudok mérgesnek lenni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nekem van egy alapvető ilyen dühöm azokkal kapcsolatban, akik hatalmi pozícióban vannak, mert hát azt érzem, hogy, tehát, hogy az ő kezükben minden erőforrás megvan ahhoz, hogy változzon ez az ország, és mindent megtesznek, hogy ne változzon, vagy hogy rossz irányba változzon. A hivatlanul és az oktatói hálózat jöjjön előre, ha gondoljátok. A szervezetek közé. The action on the steps of the parliament did not change anything, but it keeps the court busy. Iskolai végzettsége? Doktori, PhD. Milyen jellegű PhD? Pszichológia. Pszichológia. Büntető eljárás vagy szabálysértési eljárás volt-e önnel szemben? Igen, szabálysértés. Szabálysértés. mi volt és mivel végződött? Arra emlékszik? Hát több volt jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt. A város mindenki csoport, egy horizontálisan működő csoport, nincs vezetője, különböző feladatok vannak, azoknak vannak koordinátorai. Azért gondolták a rendőrök, hogy én vagyok a szervező, mert az én arcomat ismerik. Kívánna valamit még hozzáfűzni, elmondani a vallomása keretében? Nálunk minden akciót különböző emberek szerveznek, és különböző emberek különböző szerepeket játszanak. Mi belülről kijelöljük, hogy kik azok, akik nálunk szervezők, és lehet, hogy nem annyira látványosak, viszont ők azok, akik felelősek ezekért az akciókért. Egy biztos akasztani már nem akasztanak, mert akkor meg lenne a rendőrség. Hát a műséghez nem lenne rossz, hogyha lenne nekem mártírjaink, amúgy így érszempontjából biztos. Már megy tábla nektek. Én Posaréten szeretném már nevezni róla a gyurcát. Ha mártírhalált halok. Van az a Szűzsák utca. Azt most, hogy sívják. Milyen rendben? Akkor Lakatos Bertalani meghallgatásával folytatjuk az eljárást. Akkor lakcím nélküliként van. Igen, hajléktalan emberként vagyok. Tartva, és a hivatalos iratait itt a nyugati 62-es számú főpostán veszi. Igen. Ja. Munkája, foglalkozása? Fekete munkán tartom el magam. Alkalmi. Alkalmi munkám. Milyen jövedelemre tesz szert? Havi 52 000 forint volt. 52 000. Vagyonak, tartozása van? Se tartozásom, se vagyonom, kivéve a kutyáimat. Én azt szeretném elmondani, hogy az, hogy én bevállaltam ennek a parlamenti lépcsős dolognak az egész szervezését, az kimondottan abból ered, hogy 25 éve élek Magyarországon hajléktalan emberként. The judge drops charges against Teza, and Jutka is given a warning. Today, a municipality of a Budapest district votes on the proposal for social flats submitted by the forest community. If they vote yes, this would be exceptional. Továbbra sem kötelező feladatunk, hogy mindenkinek lakhatást biztosítsunk, mert hogy ezek a lakások jelen pillanatban nem alkalmasak arra, hogy lakásként üzemeljen. Ez úgy válik alkalmassá, hogy mi ezzel a civil szervezettel most szerződést kötünk. Kérem, erről szavazzanak. Jó, 17 egyhangú szavazattal fogadta a testület. Köszönöm szépen. The group from the forest receives 2 flats. Krisztina gets 1, Erika and Yani get the other one. Küzdesz lakásokért, és így azt mondják, hogy van, de gány, és akkor azt mondod, hogy hát akkor újítsák föl, és akkor azt mondják, hogy de hát nincs pénz. És azt mondta, hogy ez ne legyen gond, nekünk sincs, de van sok emberünk. Tehát, hogy így, hogy megmutatni azt, hogy így olyan nincs, hogy nem lehet. Tehát, hogyha valamit akarsz, akkor azt meg lehet csinálni. És lehet, hogy kurva lassú lesz, meg frusztráló, meg izé, de hogy emberek lakásba fognak költözni, szerintem ez egyszerűen csak annyit mutat, hogy az állam is pont ilyen így működ, kellene, hogy működjön. Hogyha akarja, akkor megcsinálja. Just when Erica and Yanni, the captain of the forest and his wife, were about to move to their new apartment, Erica couldn't cope anymore. Azóta sem tudjuk, hogy miben halt meg az Erika, vagy hogyan. Egyszer megtalálták a munkásszállóban, a szobában, egyedül, kb. Főzés közben meghalt. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Erika meghalt, a Jani, én úgy éreztem, hogy feladta. Nem volt hova vinni a gyerekeket. Erdőben nem lehettem velük. Ezt azért vették el mind a négyet, kicsik voltak. Tiában laktunk a szálló Csepelen, akkor satták a gyereket, csak akkor, amikor az önkormányzattól megkaptuk ezt a lakást, és akkor kaptam vissza őket. Olyan beszélt a tesszáma, hogy bárba vagyunk. Na, hál' Istennek tudtak segíteni. Jani nem lett volna, én akkor nem kaptam volna meg a lakást. Ő volt a kapitány ott az erdőben. Akármilyen baj volt, vagy valami, ő állt ki. Többé. Ő ment az Erika után, megmondta. Ő neki már az élete nem egy forintot sem. Janik az jó ebben volt. Jani, the captain of the forest, refused his medication against tuberculosis after his wife Erica passed away. Csorba János, ő 47 éves volt. Én nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy a Jani nincs velünk, mert én nagyon szerettem a Janit, viszont azt gondolom, hogy neki most már sokkal jobb. Hajlamosak vagyunk úgy elgondolni egy elnyomó rendszert, hogy az bebörtönöz ellenzékieket, tüntetők közé lövet, jön a fekete autó, elvisz, megkínozzák. Magyarországon ilyen nincs. De azért, mert nem végez ki a rendszer kivégzésekkel, attól még vannak, akik belehalnak abba, hogy milyen ez a társadalom. Nem láttuk előre, hogy egy ilyen rettenetes egyre inkább diktatórikus közegben olyan sok ember fogja a város minden két csoportban a legfontosabb reményt látni, mint ahogy azt gondolom, hogy sokan hajléktalan és nem hajléktalanak emberek egyaránt látják. Független attól, hogy valaki antropológus, vagy politikus, vagy szociológus, vagy szociális munkás, vagy hajléktalan, mindnek egy céljai vannak az, hogy valami változás legyen abban azok az emberekben, akik szenvednek. Ez benne a lényeg, ez benne az erősség az egész csoportban. Valahogy itt a helyem.